ott hagyottak. Elemi csapások. Halló! Szia, anya! Chloe, Isten hozott! Itthon vagy, igaz? Ja, a tetőtől talpig. Az öcséd már falra mászott izgalmában. Ó, alig várom, hogy lássam. Ő is. És minden készen áll a meglepetés bulira? Chloe, sajnos apád nem lesz itthon, mikor hazaérsz. Mi? Miért nem? Anyu, mi történt? Berendelték dolgozni. Mondtad neki, hogy jövök? Chloe, igen, de reggel telefonáltak, és tudod... Hányas a járata? London? 3:35. Nem akarta elvállalni. Szólj Réminek, hogy vacsira otthon vagyok. Köszi. Örömmel. Köszönöm. Adja csak. Ahányszor bekapcsolom a tévét, egy újabb katasztrófáról beszél. Mit szoktak mondogatni? Piszkos munka, de el kell végezni. Kérdezhetek valamit, Mr. Williams? Hogyne. Olvasta a Bibliát? Gondolom, nem annyiszor, mint maga. Máté 24, 7. szakasz. Éhínség ragályúti fel a fejét, a föld megrendül itt is, ott is. Ezek a csapások, háborúk mind jelek. Szóval Isten pontosan tudta, hogy ilyenek történnek majd. Isten mindent tud. És miért nem csinált valamit? Hiszen ő az Isten. Nem tudta megállítani az áradatot? Miért nem küld esőt a szájidején? Meg kellett bűnhődnünk. Tökéletes volt a világ. Beszennyeztük az eredendő bűnnel. Ki szennyezte be? Én? Maga ő? Isten útjai. Kifürkészhetetlenek, tudom. Mégis sokan hiszik, hogy szeret minket. És ez érthetetlen. Bocs a zavarásért. Tetszett, amit mondtál. Elnézést kérem. Komolyan mondom. Nagyon jó volt. Bizonyára nem először mondtad el. Hangosan először. Cameron Williams. Bakka barátaim. Oh. Chloe Steele. Chloe a barátaimnak. És főiskolára jársz? Hű. Látom, az oknyomozó újságírói kurzus kifizetődött. Meg akartam köszönni, hogy megmentettél attól a dilis nő szemétől. Köszönd anyámnak. Az ő kedvéért gyakoroltam. Szóval ő is? Ilyen? Dilis? Ma
Ma reggel átfutottam az értelmező szótárt ez ügyben, és a lökött mellett döntöttem. Lökött? Uh-huh. Ez jó szó, lökött. Lökött. Iszol velem egy kávét? Nem, köszi. Nem már. És mi lenne, hogyha bedobnánk egy olyan kis fantasztikus eperlet? Istenem, ez valóban nagyon csábító. Na igen, tényleg az. De én várok valakire, aki bármelyik pillanatban itt lehet. Aha. Az apám. Én vagyok a meglepi a születésnapjára, de valami közbe jött. Alig vár. Elloptad a sapkát. Ajaj, ebből baj lehet. Hát jó utat neked. Szia, drágám! Szia! Mit csinálsz te itt? Jöttem, hogy felköszöntselek az 50. Áj, édesem, berendeltek. Semmiképp se szabadulok innen. Anyu is pont ezt mondta. Bár szólt volna, hogy jössz. Várjon csak. Maga Cameron Williams? Szóval ti kette... Összefutottunk. Üdvözlöm, kapitány. Ray. Nos, hagyom, hogy beszélgessenek, és... Örülök, hogy megismertelek, Chloe. Jól nézel ki. Köszi. Beszélgessük. Milyen a suli? Jó. Tényleg jó. Mi van? Mikor anyu mondta, hogy nem vagy otthon, azt hittem, hogy elmentél. Végleg elmentél. Összepakoltad a cuccod, és bevágtad az ajtót, és csikorgó kerekekkel elhúztál. Minden rendben van köztünk. Semmi baj. Nem vádollak. Mivel nem vádolsz? Ha elmenekülnél. De nem menekültem el, az csak te hitted, hogy leléptem. Ki az a lány? Milyen lány? Az a stewardess. Tudod, a szép szőke. Stewardess? Tucatnyi stewardesszel dolgozom együtt, a nevét se tudom. Ha ezt tavaly mondod, mielőtt anyu szentelt vizet ivott, most otthon lennél. Mind otthon lennénk. Mint egy család, vagy ilyesmi. Chloe, tudod, hogy anyáddal nagyon fiatalon házasodtunk össze. Az ember nagyon sokat változik 20 és 50 éves kora között. Anyád úgy hiszi, helyes, amit csinál. Talán te helyre tudnád tenni. Én? Miért nem te? Miért indulsz éppen ma Londonba? És te miért nem voltál otthon karácsony óta? Mert tanulok. Én meg dolgozom. Az az érzésem, hogy engem is bele akar vonni. Tudom. Nézd, tudom, hogy ez az év tényleg egy kicsit más volt, mint a többi, de... Mégis az anyád. Jó lenne, ha te nem, mind a ketten kicsit jobban támogatnánk. Nem hiányolod? De, nagyon. Ha a másik férfit választ, miért ne lehetne az Jézus, nem? Hol a gyűrűd? A kocsiban. Repülés közben sosem hordom. Chloe, anyád a mindenem. Sose tennék olyat, amivel megbántanám. Érted? Bocs, de megyek. Beszélünk, ha visszajöttem. Addigra nem leszek itt. De nem sokára megint hazajössz, nem? Tessék. A kocsi a szokott helyen. Ne légy szigorú anyádhoz, majd csak elmúlik. Szeretlek. Minden rendben? Hogyne. Jól vagyok.
Vigyázz, gyere után! Az oknyomozó. Emlékszel? Ja. Ja. Kösz. És? Csak csalódott vagyok. Ennyi. Annyira készültem. Mind együtt vagyunk és ünnepelünk. Biztos maradna, ha lenne rá mód. Megjelenik a saskesejű, és ledob két döglött nyulat az ajtóba. Mire a stewardess? Elnézést, de csak egy kézi podgyász engedélyezett. Bocs, kapitány, de ez rossz volt. Hetinek azért tetszett. Ha van még rossz vicced, akkor engem keres meg. Hello, Marcus. Sikerült megtalálnod a számítógépes hibát? Nem, Pankon. Úgy néz ki, hogy frissíteni kellene néhány régebbi programunkat. Én meg repülhetek kelet felé. 6 óra múlva 9 órával leszek idősebb. Csináld ezt 6 éven át, és lassan beérsz engem. Boldog születésnapot, és jó utat! Kösz. Mintha anyád másról se beszélne. Néha nekem is úgy tűnik. Ha valaki látja a hírekben, hogy valahol földrengés volt, hogy lehet az, hogy szendül hiszi, hogy ez jó dolog? Szerinted van ennek értelme? Indonéziában voltam. A cunami utáni napom. Volt egy nő, Medina, és 3 gyerekét vitte el az ár a 4-ből. Ő meg csak kapaszkodott egy fába, és szorosan markolta a 6 hetes csecsemőjét. És meg volt győződve róla, hogy Isten mentette meg őt és a babát. Úgyhogy térdre hullott, és megköszönte neki. Megköszönte, hogy megölte a másik 3-at. Nem maradt ideje. Aznap éjjel nem hagyta el a faluját a többiekkel, mondván Isten vigyáz rájuk. És? Földcsúszamlás. 3 méter magas iszap lavina. Ez hihetetlen. Hogy lehet így gondolkodni, és... Ha erősen koncentrálsz, mindent észreveszel, amit keresel. De ehhez figyelmen kívül kell hagynod sok mást. És ezek közt... Ezek közt lehet az igazság. És mi van veled? Te mit láttál a faluban? Egy csomó embert, aki minden földi javát elvesztette. És megkérdezted miért? Tudom miért. A cunami miatt. Tudod, hogy értem. Akkor nem tudom, nem. Ha arra keresed a választ, miért történik ilyesmi, akkor... Akkor idegenekkel kiabálsz a reptéren. Oh. Imádom a nevetésed. Jaj, ne. Mi van? Ó, semmi, csak eszembe jutott Ray vicce. Azt mondtad, Ray? Steel kapitányra gondolsz? Magunk közt vagyunk. Igen. Szóval ti ketten... Nem, még nem. Szeretnénk Londonban több időt szánni egymással. Tényleg? Miért nem szóltál? Most hová mész? Részleteket kérek! Jól esett beszélgetni valakivel. Köszönöm. Jelentkezem Londonból. Mr. Williams? Igen. Legyen szíves, szálljon be! Tudni akarom, nem felejtettél el. Oké. Minden reptéren vár rád egy lány. Mindet felhívod? Nem, egyiket sem. Chloe! Ó, szia, Jim! Apádnak hoztam a jegyeket. Holnap estére szólnak. YouTube. Hűha! Nem lehetett könnyű szerezni. Ne is mondd. 2 hetembe telt, amíg összehoztam. 2 hétbe? Mhm.
Chloe, sajnálom. Mr. Williams, jöjjön. Jövök egy pillanat. Chloe, én... Odaadnád apunak? Hogyne. Hát, szia. Tessék, a jegyem. Mr. Williams, erre is. Köszönöm. Elnézést, kapitány. A Chloe kért meg, hogy adjam oda. Maga az a híradós, nem? A híradós, igen, én vagyok. Cameron Williams, Chris. Örülök, hogy találkoztunk. Én is örülök. Üdvözlöm Önöket a Pankon 257-es londoni járatán. Útunk 6 óra 30 percig tart. Köszönjük a figyelmüket és jó utat! És megvan a száma? Ugyan. Láttalak titeket egy órája a kávézóban, és erre utoljára szállsz fel a gépre. És mondd, jobb lett volna, ha veled töltöm ezt az órát. Miért mindig a celebleknek jutnak a jó csajok? Mert nem úgy öltözünk, mint a tini sorozatok sztárjai. Oké, egy pont oda. Elnézem, mert itt ülhetek az első osztályon. Ne köszönt. De a pasinak, aki mellett ültél volna, annak lenne mit. Ismerem magát. Nézd, George! Ő Frank Sinatra. Mi történt? Ó, Frank! Ó! Figyelj, George! Otthon vagyunk. Otthon nem vagyunk otthon. Néha egy kicsit szétcsúszik. Jó napot, itt Ray Steele, a Pankon 257-es kapitánya. Az időjárás jónak ígérkezik, úgyhogy londoni útunk végig kellemes lesz. Dőljenek hátra kényelmesen, és élvezzék a kitűnő kiszolgálást. Hamarosan étvágygerjesztőt és egy kis harapnivalót szolgálunk fel. Addig is relaxáljanak. Nem kell semmit mondanod, Johnny. Csináld, amihez a legjobban értesz. Vetíts, de... Ha bármi gyanúsat látsz, hogy kiszagolták az egyességet, borítsd az asztalt! Legyenek szívesek minden elektronikus Figyelj! Készüléket kikapcsolni. A céges gépet Houstonban hagytam, mire rájönnek, hogy leléptem, már minden papírt aláírtam Londonban. Úgyhogy rajta csináld! Adios! Bankon 257, megadom a felszállási engedélyt. És Mizu is, Istenem, hogy te milyen nagy vagy. Oké.
Hoztál nekem valamit? Hát, várj egy kicsit, és meglátod. Oké, nézd meg a táskámban, hogy mit hoztam. A vadi új baseball kesztyű, amit kértem. Na hát, anyu, megjött Chloe! Anyu, megjött Chloe! Nézd, ki van itt! Szia! Szia! Jó Istenem! Hogy te milyen szép vagy! Na! Bia! Hozok valami innivalót. Jó! Jó! Anyu, Chloe hozott nekem egy baseball kesztyűt! Túra Londonig. Hamarosan már mulatunk rajta. A Hyperjet mindent megváltoztat. Igen? Miért is? A Védelmi Minisztérium. A Védelmi Minisztérium? Igen. Állítólag kifejlesztettek egy új repülőgépet. 340-hez az utasok aránya. A New York-London távolság 6 perc. 6 perc? 6 perc. Az tényleg gyors. De szerintem ez nem igaz. Szerintem se lehet. Kizárt, hogy egyedül ki tudták volna fejleszteni, biztosan valami másról koppintották le. Az 51-es körzetből. Na jó. Ez kacsot lesz szíves. Na? Apád meglepődött? Igen, nagyon is. Sokat jelentett neki. Nagyon oda volt, hogy mennie kell. El is hiszem. És jól utaztál? Elment. Jó volt. A suli? Jó. Képzeld, kivel találkoztam a reptéren. Buck Williams-el. Vagyis Cameron Williams-el. A híradóssal? Igen. Tényleg? És tudtál vele beszélni? Igen, tudtam. Nagyon helyes. Nagyon jó pasi. Sőt, mit ne mondjak, isteni. Mondtam, hogy imádod. Ja, és amúgy nem te vagy az egyetlen, aki azt hiszi, hogy egy földrengés a világ végét jelentheti. Volt ott egy dilis nő, aki sarokba szorította. Nem úgy gondoltam. Na szóval... Igazán remek fickó. Nézd, Chloe, nem akarok nyomulni, még ha úgy is tűnik. Szeretném megértetni veled a dolgot. Ez fontos nekem, és neked is. Készen akarok állni. Készen, de mire? Nem... Hagyjuk inkább. Nem hallgatnál egyszer végig? Anyu, most nem, oké? Semmi kedvem belemenni ebbe. Jó, drágám, majd máskor. De mindenképp. Imádkoztam, hogy gyere haza, és hiszem, hogy Isten azért hozott haza, hogy végre... Mit mondtál? Isten hozott haza? Nem Isten hozott haza, én jöttem haza. Jegyet vettem, felszálltam a gépre. Istennek ehhez aztán semmi köze. Hadd kérdezzek valamit. Ha Isten hazahozott apa szülinapjára, miért engedte, hogy elrepüljön Londonba? Talán mert fontosabb, hogy mi ketten beszélünk. Nem hiszem. Azt hiszem, hogy inkább Isten lehet az oka annak, hogy apa ma nincs itt velünk. Chloe! Mindjárt jövök. Oké. Akarja, hogy segítsek feltenni? Kértem én segítséget? Gondoltam, felteszem a tartóba.
Igen, de majd én. Te meg mit sasolsz? Akarsz kérdezni te is valamit? Tudok-e vezetni? Hol veszek magamnak ruhát? Felérem-e a vizeldét? Mi az a vizelde? Ő az apukám. Focizik. Az jó lehet. Holnap benne lesz a tévében, ha meggyógyul a dobókarja. A tévében játszik a papád? Melyik csapatban? Hajrá, Jets! Oh, mi van a karjával? Kozmu, az a kutyám lelökte a függőágyból. Komolyan? Apu olyan pipa volt, hogy belökte a medencébe. Mit mondtam, hogy ne zavard a többi utast? Elnézést. Felhívni diszkót a 3G meccs miatt. Maga fogadni akar? Ja! Le akarja nyúlni a gyereket? Nem szabad. Az apja Piki Carvel. Nem hiszem, hogy szűkölködnek. Most hova mész? El. Elviszel? Rémi, most nem. Léci! Jól van, ugorj be. Szuper! Menjünk a plázába. Jó, menjünk. 80% árengedmény van a videójátékokra. Gondolod, hogy anyu bolond? Mi? Nem. Dehogy, csak ideges lettem. Apa szerint Bruce lelkész agymosást csinál. Ő csak viccelt. Igen? De nem értem. Sajna én sem. Útlezárás. Azért ez nagy szívás. Micsoda? A születésnapodon repülni. A számlákat fizetni kell, nem? És meddig maradt Chloe? Azt hiszem, nyugodt utunk lesz. Kinyújtóztatom a lábam. Megnézem, mi van a csajokkal. Válogat, mint egy nő. Ez jó lesz. Köszönjük, ez remek lesz, igazán. $500 Gyere!
vannak. Au! Megtalálom a módját, hogy megháláljam. Mi a baj? Ön semmi. Csak azt hittem, kicsit közelebb leszünk a színpadhoz. Ó, kávét? Uh-huh. Semmi baja. Hogy? Anyunak. Még mindig hordja a láncot, amit te készítettél. Sose veszi le. Minden rendben, ugye? Kettejükkel. Ja, persze, csak berendelték, és nem mondhatott nemet. Mesélte, hogy milyen jó vagyok? Te most viccelsz? Másról se hallok. Mint hogy te vagy a legjobb játékos a föld kerekén. És tudod mit? Mit? Igaza van. Szeretlek. Én is téged. Figyelem! Itt a kapitány beszél. Hagyják nyugodjon a helyzet! Nyugodjon a helyzet! Azonnal... Foglalják el a helyüket!
Hagyják! Nyugalom, ember! Hagyja abba! Mi a helyzet? Mi folyik? Hagyják abba! Csökken a légnyomás a repülőgépen. Kérem, üljenek a helyükre és tegyék fel az oktatókat. Ez nem lehet igaz. Istenem! Itt a Pencon 257-es, vészhelyzetben vagyunk. Itt a Pencon 257-es, vészhelyzetben vagyunk. Mayday, mayday, itt a Pencon 257-es, jelentkezzenek! Levettem a nyomást, hogy mindenki leüljön, most már minden ember. Mindenki félholt a félelemtől. Határozottan kell fellépned, Heti. Képes vagy rá? Igen. Mondok pár szót az utasoknak. Légy szíves, menj be a pilóta fülkébe. Jó. Üdvözlöm Önöket! Steel kapitány vagyok. Maradjanak a helyükön, csatolják be az öveket, de már levehetik az oxigénmaszkokat. Mi történt? A gyerekek! Hol vannak a gyerekeim? Tudom, hogy válaszokat akarnak. Higgyék el, én is. Mindent elkövetek, hogy megtudjam, mi a helyzet. De végzem a munkámat is, hogy biztonságban legyünk. Biztonságban? Miért? Üljön le! A gépet fenyegető legnagyobb veszély a pánik. Kérem a személyzetet, hogy számolja meg az utasokat. Bármi történt is a többiekkel, meg fogjuk találni őket. Még nem sikerült senkit elérnem, tehát nem tudom, hogy ez az esemény csak ezt a gépet érintette, vagy a közelben lévő többi gépet is, de ígérem, hogy amint megtudok valamit, közlöm Önökkel. Ennyi! Most mi van? Rémi! Nincs szolgáltatás. A
Kim is eltűnt. Rémi történt. Heti! Heti! Kérlek, szedd össze magad. Szoríts erősen, ne engedj el. Heti, nézd rám, nézd rám! Vízhelyzetre is kiképeztek. Végezzük a dolgunkat. Én itt, te ott kint. Jó. Légy szíves, nagyon figyelj rám, érted? Oké? Oké. Figyelj! Figyelj! Menj vissza és ellenőrizd a helyzetet. Jól van. Derítsd ki, hogy hányan tűntek el, és hogy hová lettek, érted? Ray, nagyon félek. Te nem. Talán majd később, ha lesz rá idő. Pencon 257-es járatáról jelentkezem. Valahol az Atlanti óceán felett járunk London felé. 3 órányira a Kennedy reptértől. Néhány perccel ezelőtt valami történt a gépen, amire nincsen magyarázat. Asszony, elmondanám, mit látott? Nem tudom. Eltűnt a kicsikém. Eltűnt. Mit csinált, amikor ez történt? Semmit! Itt ültem, azt hittem, elaludtam, és talán lejtettem, de aztán mindenki sikoltozott az egész gépen! Nem tudom! Bármilyen lehetetlennek is hangozzék, a repülőgép több üléséből is szörnyű szállán eltűntek az utasok, és nem maradt más utánuk, csak a ruhájuk. Hölgyem, jól van? Semmi baj, semmi baj. Ez nem lehet. Nem lehet az. Mi nem lehet? Nem. Tudom, mi folyik itt. Mit tud? Thank you.
Nincs semmi baj. Üljön vissza a helyére. Így jó lesz. Felteszem az övet. Azt mondta, tudja mi ez. Nem történt semmi. Semmi baj, túl leszünk rajta. Rendben? Semmi baj. Nem történt semmi. Semmi baj, pihenjen egy kicsit. Dőljön hátra, lazítson. Próbáljon elaludni. Ez nem igaz. Elmondaná, mit látott? Ugyanazt, mint maga. Innen lentről sem látszott semmi más. Mégis... valami furcsát, mielőtt eltűntek. Fényt, hangot, bármit. Nem! És az ott? Ki volt a pasi? Sejtem nem sincs egy pasi! Volt rajta valami szokatlan? Mindenki fura valahogyan, öregem. Na most a vegye ki a pofámból. Hello, ez a Steelház. Kérem, adja meg nevét és telefonszámát. Anyu! Anyu, vedd már fel! Nem tudom, mi történt! Rémi, ha hazaértél és hallasz engem, akkor nagyon figyelj! Tudom, hogy félsz. Én is félek, de vedd fel a telefont! Kérlek, mondd, hogy jól vagy! Hallani akarom a hangodat! Szeretlek titeket! Azt hiszem, a legjobb, ami tehetünk, hogy imádkozunk. Egy ima? És kihez? Istenhez. Melyikhez? A magáéhoz, vagy az enyémhez? Csak Istenhez. Tudja, mit gondolok? Nem. Figyelem, itt a kapitány beszél. Mivel még nem vagyunk félúton, visszafordulunk New Yorkba. Valamivel több mint 3 óra múlva a Kennedy-n leszünk. Kislány, vissza! Rémi! Nem mehet keresztül, kerülje meg a kordon! Ez az út a bazárba, hogy nem mehetnek át! Irene Steele telefonja. Jól vagy? Megszámoltál mindenkit? Próbáltam. Senki nem ott van, ahol kellene lennie. A legtöbbjük lesemült. Nagyon félek, Ray. Mindenki fél. Reménykedjünk, hogy bármi is volt, nem fordul elő újra. Ez mi? Charlie 1581, itt a Penkon 257, hall engem? Charlie 1581, vészhelyzetben vagyunk, ismétlem. Charlie 1581, itt a Penkon 257, hall engem? Charlie 1581, belépett a légi folyosóba. Vészhelyzetben vagyunk. Belépett az útvonalunkra, menj ki és szólj az utasoknak! Menj!
Kérem az utasokat, foglalják el helyüket és kapcsolják be a biztonsági öveket. Charlie 1581 belépett a légi folyosónkra. Emelkedést megkezdem 3000 méterre, 3000 méterre. Mayday! Itt a Pencon 257. Összeütköztünk egy másik repülőgéppel. Charlie 1581 le fog zuhanni. A koordinátáink... 4, 7... Vészhelyzetbe kerültünk. Egy gép le fog zuhanni, keressék meg, mentsék meg! Ismétlen vészhelyzetbe kerültünk. Jelentkezzenek! Kell, hogy legyen ott valaki! Mi baja van? Komolyan elhiszi, hogy egy maroknyi terrorista képes ilyen fegyvert csinálni? Nem autóbombáról van szó! Ha ez egy fegyver, nem erről a bolygóról való. Mit akar ezzel mondani? Csak annyit, hogy talán elrabolták őket. Őrlények? Nem már! Ki hiszi ezt el? Lassan, óvatosan, így jó lesz. Itt a vég. Mindenki jól van? A másik gépen is eltűntek az emberek? Nem tudom. Hozd a kamerát. Csináljon egy képet a kapitánynak. Thank you.
Oké. Ennyit tudtam összehozni. Fél méterre múlt, hogy elveszítsük az egyik szárnyat. A légterelőnek annyi. Ez mit jelent? Nehezebben lassulunk le, amikor hazaérünk. A Kennedy leszállópályája elég hosszú. Szerencsére a farok még épp. Szerencsés napunk van. Mind eltűntek. Nem csak az újszülöttek, a nagyobbak is. Ez biztos? Az öcsémet keresem. Hallottam az előbb két orvost beszélgetni. És nem csak itt. Mindenhol. Az egész világon. Azt mondták, azóta egy gyereket se láttak. Vagy tönkrement az egyik érzékelőnk, vagy... Cameron, nincs kit megkérjek, menjen egészen hátra, nézze meg, távozik-e valami folyadék a szárny alól. Folyadék? Üzemanyag? Feljebb viszem pár száz méterrel. A ritkább levegő jobb, biztos, ami biztos. Remek. Menjünk vissza! Menjünk vissza! Vissza fogunk menni. Pár óra múlva otthon leszünk. Nem, oda, ahol eltűnt a kisbabám. Meg akarom találni a kicsikébe. Tudom, folyik az üzemanyag. Fél úton vagyunk. Nem lesz elég, hogy hazajussunk. Mi van, ha nem érünk haza? Van tartalék üzemanyag. Nem lesz semmi. Valami ég! Kérek mindenkit, hogy üljön le a helyére. Jogunk van tudni róla, hogy életveszélyben vagyunk. Senki nem hal meg. Üljenek le, kérek. Hé, figyeljenek rá. Üljön le a helyére. Senki kérem, nem hal meg. Hallják? Kérem, üljön le. Üljön le, kérem. A kapitánynak igaza van. Le. Bármi nehéz is, őrizzük meg a hideg vérünket. Kérem, csatolja be a tövét. Ne így fogd fel. Hát dehogy is lesz nem. Ez még jobb is. Mi lesz jobb? Ennél hogy lehetne jobb bármi? Nem értem. Kigyulladt. Mi? A szárny, ez az oldal. A szárnyig vagy a kerozin? A kerozin, de nagyon. Hátul folyik, abba fog maradni. De? Üzemanyag. Ami kéne, hogy hazaérjünk. Azért még vissza tud vinni? Attól függ, hogy a lyuk itt van, vagy itt. Mit csinálunk? Hagyjuk kiégni. Meglátjuk, mi marad. Go!
Elaludt a tűz. A magasságunk maradt. Akkor kiürült? Nem tudjuk. Nincs magassági kormány. Mi? A kormány. És nincs fékszárny. Nem tudunk emelkedni, mintha elkezdtük volna a landolást 2 órával előbb. Nincs szolgáltatás. Rémes, hogy nem lehet senkit elérni. Műholdas telefon? Oknyomozó vagyok. Pilóta. Úgy néz ki, hogy az egyetlen erre repülő géppel ütköztünk. Beszélt velük? Ott is tűnt el utas? Nem tudok az utasokról. Csak annyit tudok. Senki nem vezette azt a gépet. Szolgáltatás. Elnézést. Arra gondoltam, mi van... Mi van, ha még itt vannak? Kik? Mi van... Ha csak nem látjuk őket. Érti? Ha láthatatlanok lettek. Szentegek. A láthatatlanság se hihetőbb, mint hogy eltűntek. Csillagfelügyelet. Riasztást észleltünk az önkészülékéről. Sajnos a szokatlan mennyiségű bejelentés miatt nem állunk. Imádkozz. Mit tudsz Kimiről? Hogy? Mennyire jól ismerted? Nem túl jól. Talán ez a 3. utam. Hozd ide a cuccát. Milyen cuccot? Bármit. A tárcáját, a kabátját, a személyes holmiát. Menj, hozd ide nekem mindet. Légy szíves. Oké. Okay. Thank you.
Charlie 1581 belépett a légi folyosónkba. Vészhelyzetben vagyunk. Charlie 1581 belépett a légi folyosónkra. Emelkedést megkezdem 3000 méterre. 3-0-0. Add a táskát! Add a táskát! Na, siess már! Mit keresel? Csütörtök 7:30, Biblia óra. Vagy én bolondultam meg, vagy az egész világ beteg. Most meg miről beszélsz? Azt hiszem, tudom, hol vannak. És ha mi vagyunk azok, akik nincsenek is itt, csak azt hisszük? Mire gondol? Ha mi zuhantunk le a nyuszi barlangjába, az idő tér egyik redőjén, lehetünk egy olyan dimenzióban, ahol ők nem is léteznek. És nem is léteztek. Ez hülyeség! Elég volt! Fejezzék be mind! Én tudom, mi folyik itt. Komolyan? Mennyit fizettek magának? Miről beszél, asszonyom? Nem hiszem el, hogy képes volt erre ő az én kislányom! Nem tudom, mit gondol, mi történik. Ezt honnan vette? Maga. Igen? Magának mennyit fizetett? Mi? Hova vitte a lányomat? Ki? Most kiről beszél? A férjemről. Asszonyom, kérem! Fogja be, fogja be! Ki a maga férje? Elárulná nekünk? Miért csinálják ezt? Figyeljen ide! Legyen esze! Esküszöm, nem ismerem a férjét. Akkor miért segít neki? Hölgyem! Nem tudom, mit jelent ez, de... Mi lenne, ha... Mi lenne, ha belelőnék a pofájába? A mennybe! Mi történt veled? Miért beszélsz ilyeneket most? Soha nem beszéltél nekem Istenről. Honnan veszed ezt? A... feleségemtől. Kérem, hagyja őt rendben! Ez egy bolond. De ő nem része ennek. Rám fogja a fegyvert. Én vagyok a bolond! És mi van vele? Kérem, rám fogja a fegyvert! Így jó. Rendben. Most pedig... hallja, maga szerint mi ez az egész? El akarja venni tőlem. Azt hiszi, pénzért mindent megszerezhet. Fogtam a lányomat, és eljöttem. Elaludtam. Valami lehetett az italomban, tudhattam volna, hogy megcsinálja, tudtam. Nem csinálhatta meg. Nincs rá mód. A repülőgép leszállt, amíg aludtam, és elvitte, mindenkit lefizetett, hogy hazudjon. Nem veszíthetem el. Figyeljen kicsit rám. Egész idő alatt ébren voltam.
Nem szálltunk le. Senki nem szállt ki. Akkor hova lett? Nem lehet, nekem csak ő van. Már így is bolondnak hisz, mit mondjak neki? Csak úgy eltűnt a lányom. Én tudom, hol van. Barnes tiszteletes. Chloe. Jaj, ne. Hála Istennek, hogy itt van. Anyu, Rémi. Mikor eltűntek, azt hittem, hogy Isten talán. Így is van, Chloe. Ahogyan ígérte, egy szempillantás alatt. Mi? Igaz. Akkor maga miért van itt? Benne van a Bibliában. Egyik nyáron elküldtek egy táborba, és mindenki erről beszélt. Egy napon emberek milliói tűnnek el csak. Csak úgy. Milliók? És még mi lesz? Nem emlékszem. Nagyon régen volt. Azt mondja, az ördög műve. Nem. Istené. Ne mondja, hogy hisz ebben. Hogy én mit hiszek, nem sokat számít. És hol vannak? Hova tűnnek el? A mennybe. Igaza volt. A férjének. Tényleg megbolondultam? Nem. Talán jobb neki nélkülem. Ne mondjon ilyet. Ne, kérem! Ne tegye! Talán a világnak is jobb nélkülem. Shasta, figyeljen itt, nem tehet. Nem mondhat le a lányáról. Van gyereke, Mr. Williams? Nem, nincs. De volt egy anyám. Beteg lett. Apa mindent megpróbált, orvosok meg bogyók. De már semmi sem segített. Egy nap, mikor hazamentem a suliból. Ott találtam. Csendben feküdt az ágyon. Meghalt. Kérem, ne tegye ezt Katie-vel. Még nem tudjuk, hogy mi történt ma, de nem Katie hibája, hallja? Mi van, ha most is figyel minket? Mit gondol, mit akarna a lánya? Oké, semmi baj. Hetty, nem rólunk van szó. Az igazságról. Csak is ez számít. Az igazság. Az igazság mi? Komolyan mondod? Igen. Nem a múltról van szó, csak a jelenben. Hogy mi történik itt és most a gépen. És hogy mi minden történik másutt, épp most. Szóval a mennyben vannak. Erre jutottál. Anélkül, hogy bárkivel beszéltél volna. Kész vagy elfogadni az első magyarázatot, ami eszedbe ötlött. Irene tudta, hogy ez lesz. Mindent tudott. Ez hogyan lehet? Ahogyan történt. Ahogyan eltűntek. Még azt is, hogy a ruháik itt maradnak, minden részletet. Honnan tudhatta? Gondold végig. Honnan tudhatta? Te gondold végig, Ray. Hazudtál nekem a feleségedről. Hazudtál neki otthon rólunk. Hazudtál a lányodnak. Tudom. Én úgy látom, hogy bárkinek képes vagy hazudni. És most azt mondod, hogy találjak rá Istenre? Heti! Hát
Nem értem. Minden nap itt volt. Itt dolgozik, és itt prédikál. Nem ez számít. Hogy mondta? Mondom a szavakat, idézem a fejezetet a versor, de ez nem elég. Hinni is kell. Hinni? Miben hinni? Istenben, aki megölte az apámat? Istenben, aki fogta az anyámat, az öcsémet, és elvitte innen? Istenben, aki repülőket hagy lezuhanni, városokat dönt Elvitte, haza? Hogy megvédje őket! Mitől? A világtörténelem legsötétebb időszakától. Üldöztetés, háború, 7 év sötétség. Felvitte őket a mennybe. És mi lesz a többiekkel? Mi lesz velem? És most mihez kezdjek? Nem a tettek ideje ez. Most bocsánatért esedezünk, és neki szenteljük az életünket. Az az Isten, akiről anyám beszélt, soha, de soha nem tenne ilyet. Chloe, kérlek, hallgass meg. Hallgassam meg. Miért kellene? Hisz még maga se hiszi. A légi marsali? Igen. Megfeledkeztem róla. Pencon 257, itt a torony. Pencon 257-es, központ jelentkez. Pencon 257-es, Markus vagyok. Ray, ott vagy? Markus! Ray, hol vagytok? 20 percre a Kennedy-től vissza kellett fordulnunk. Hány utas veszett el? Szóval mindenhol? Az egész bolygón. Nem tudni mennyien. Milliószám. Mi? Az nem lehet. Mi van a családommal? Hívd fel Irene-t, tudd meg, hogy van. Üzemanyagod van? Nagyon kevés. Örülök, ha a partot el tudom érni. Nézd, minden gép leszállt. A repterek tele vannak, a kifutókon madarak, nem tudnak tovább menni, nem tudsz eljutni a Kennedyre. És a LaGuardia? Bocs, Ray. Akkor hová? Beljebb kell menned. Markus, nem mehetek tovább! Most mit mondjak neked? Syracuse a legközelebbi nyitott folyó. Syracuse, az lehetetlen! Beszélj velük! Tegyenek valamit szabaddá! Markus! Markus! Kennedy torony, itt a Pencon 257-es. Kevés az üzemanyagom. Leszállási engedélyt kérek. Ismétlem, leszállási engedéllyel. És? Van valami B-terv? Mindenképpen le kell szállnunk. Nem csak kevés a kerozin, alig van. A Kennedy van legközelebb, jó, ha odáig eljutunk. Egy reményünk van, hogy lesz egy leszállópálya, és az is mi hamarabb. És mi van a vízzel? Nincs kormányzás. Ha vízen landolunk, szét fog esni a géptörzs. Nem. Nem tehetem meg, hogy ne szóljak az utasoknak, hogy bánják meg bűneiket. Maga Velis Baxter, Tom lánya. Nem hiszem, hogy emlékezne rám. Egyszer láttam az apja irodájában. Közvetlenül mellette ült egy sárga kis asztalnál. Arra gondoltam, hogy ebben az irodában minden berendezés első osztályú. Mi ez a műanyag asztalka? De úgy ült ott, mintha az lenne a legértékesebb. Ha látni akartam, nem volt mit tenni. Hát, legalább megpróbálta. Nekem is van egy kislányom. Mármint volt kicsi, már félnél van.
Neki nem volt asztala. Annyira elfoglalt voltam, hogy alig láttam. Amikor az a sok ember eltűnt, még csak eszembe se jutott. Bár mondhatnám, hogy nem így volt, de más se járt a fejemben, csak a pénz, a lehetőség, amit majd kihasználhatok. Bocsánat. Amit maga mondott a mennyről, vajon remélhetem-e, hogy éle még, amikor hazaérek? Fogja, fiam, beszélni akarok Chloéval. Már próbáltam. Minden pillanatban ő járt a fejemben, mióta felszálltam a gépre. Tökéletesen értem. Kennedy torony! Hall engem? A part felé tartunk. Az üzemanyag szint kritikus. Leszállási engedélyt kérek. Ismétlem, leszállási engedélyt kérek. Hallgassanak ide! Tele van a gép utasokkal. Nincs fékszárnyam, nincs fékezés. Ha leérünk, nem tudok majd lassítani. Tér kell a megálláshoz. Vele volt, amikor megkapta a koncertjegyet? Igen. Hogy is mondjam, szomorú lett. Vele kellett volna ma lennem. Nem tudhatta. Eljött, hogy együtt legyünk, és leléptem. Egyedül hagytam. Isten tudja, mindent keresztül odalent. Szereti magát. Meg fogja érteni. Az nem lehet, hogy ezek legyenek az utolsó szavaink. Ez életem legszomorúbb napja. Az nem lehet, nem. Elmondom neki az igazat. Tudnia kell, hogy nem az anyja hibája volt, hanem az enyém. Ha Irene Istenről beszélt, ott hagytam. Anyu, nem tudom, hallasz-e engem? Azt akarom mondani. Ma reggel úgy éreztem, szétesett a családom. Téged okoltalak. Tudom, hogy megbántottalak. Bocsáss meg. Nagyon sajnálom.
Halló? Ki az? Chloe! Buck vagyok. Buck! Te élsz, hál' Istennek! Hol van apa? Itt mellettem. Chloe, jól vagy? Apu, azt hittem, megholtál. Jól vagy? Igen, azt hiszem. De anya és Rémi elmentek. Anyád megmondta előre. Tudom, nekem is mondta. Nagyon szeretlek, édesem. Jobban szeretlek mindennél ezen a földön. Én is, apu. Én is. Bocsáss meg, hogy hazudtam, és hogy nem voltam veled ma, de tudnod kell, hogy mennyire szeretlek. Történjen bármi. Apu, mi történt? Miért mondasz ilyeneket? Mi történt? Hol vagytok? Még a levegőben. Hazafelé tartunk, de van egy kis gond. Minden reptér zárva van. Az utak zsúfoltak. Nincs hol leszállni. Mi? Nincs elég üzemanyagunk. Chloe? Apu! Chloe! Hölgyeim és uraim, hamarosan New Yorkba érünk. Ennek ellenére nincs minden rendben. A repülőtereket lezárták. Legyenek szívesek ülve maradni. Kérem, kapcsolja be az övét. Ja, persze. Kapcsolják be a biztonsági övet, és próbálják megőrizni a nyugalmukat. Őszinte leszek. Komoly bajban vagyunk. Az irányítókkal tárgyalok, hogy keressenek megfelelő leszálló helyet. De nagyon kevés az üzemanyagunk. Hallgassanak a személyzet tanácsaira. Ha hisznek Istenben, imádkozzanak. Imádkozol velem? Persze, ülj le. Semmi. Még mindig nincs kapcsolat. Próbálgassa. Jó. Muszáj lesz letennem. Letenni? De hová? A vízre. De azt mondta, hogy... Tudom. Addig várok a Kennedyre, amíg lehet, de nem repülhetek oda, ha nem adnak pályát. A reptér körül ott vannak a házak, még ha elegendő üzemanyagunk is lenne, akkor is egy 400 tonnás rakétával mennénk neki Queensnek. Kennedy torony, itt a Pencon 257-es, azonnali segítség kell. Próbálja hívni!
kérem, mindenki figyeljen jól. Elmondom a vészhelyzetre vonatkozó előírásokat. Az ülésük alatt találják a mentő mellényüket. A biztonsági öveket nem szabad kikapcsolni, csak ha a gép már teljesen megállt. Utána kérem, kövessék a személyzet utasításait. Kennedy torony, itt a Penkon 257-es, azonnali segítség kell. Kennedy torony! Kennedy torony, itt a Penkon 257-es, azonnali segítség kell. A navigációs rendszernek annyi, ebben a sötétben nem találok Chloe, oda. Chloe, a telefonod! Tudod, hogy működik a GPS? Azt hiszem. Bárcsak. Oké, megvan. Ha le tudod olvasni a koordinátákat az én telefonommal, oda tudok navigálni. Oké. 40, 66, 34, észak, 73, 78, 32, nyugat. Megvan. Chloe, mennyi helyünk lesz? Fél mérföldet jöttem, de van még bőven. Az mennyi? Legalább egy kell. Pillanat. Valami fény azért jó lenne, legalább a pálya elejét látnom kellene. Hogy van? Nem bánja, ha leülök? Dehogy! Csak amíg a férje a mosdóban van. Kifogyott a kerozin. Mi? Ne. Le tudunk szállni, az nem gond, de nagyon gyors lesz a földetérésünk. Fékszár nélkül, csak a fékkel. Minden centiméterre szükségünk lesz. Apu! Chloe! Chloe! Kint vagyok az úton. 9/10-et jöttem, de egy pár hordó lezárja az utat a másik végén. Édesem, 9/10 elég, de kellene valami feltűnő fény, hogy lássam, hol kezdődik a leszállópálya. Jó. Elég, ha villogok a fényszóróval? Nem, drágám, túl messze vagyunk. Valami nagyobb és fényesebb kellene. Csak már nincs idő, mindjárt földet érünk. Chloe! Gyújtasz rá gyufa nélkül! Nem elég hosszú, igaz? Ha nem, akkor se higgye, hogy az ő hibája volt.
volt, leszállunk! Lát valamit? Nem. Hívja fel! 3 mérföldön belül vagyunk. Egy kísérletünk van. Tudnom kell, hol kezdődik. Még semmi! Gyerünk, drágám! Nézze! Futómű! Mi? El kell hagynia mindenkinek a gépet. Álljanak fel és jöjjenek sorban utánam. Kapcsolja ki mindenki magát. Legyeztik és menjen és segítsen nekik. Gyerünk, gyerünk! Ha földet értek, azonnal induljanak el és menjenek minél messzebbre a géptől. Gyerünk, ugorjon, jöjjön. Gyerünk! Gyorsan! Gyorsan, óvatosan! Ugorjon, gyere! Mindenki! Mindenki! Gyerünk, ugorjon! Hé, hé! Nagyon bátor voltál. Te is. Heti. Sajnálom. Tudom. Apa! Nem kellett volna itt lennem, hanem veled, anyáddal, Rémivel, de elhagytalak titeket. Örülök, hogy épségben vagy. Mi
Én gondoltam, ezek kellenek. Túléltük. Ilyen lehet a világ vége. Nem, nincs vége. Szerintem ez csak a kezdet. Senki sem tudja, hogy mikor érkezik el az a nap, vagy az az óra. Márk evangéliuma 13.32. Magyar hangok. Schnell Ádám, Markovics Tamás, Langoni Anna, Solecki Janka, Kokas Piroska, Ősi Ildikó, Szokol Péter, Úri István, Bolla Róbert, Olá Osolya, Megyeri János, Pál Dani, Szkárosi Márk, Pál Zsófi. Magyar szöveg Bán Szilvia, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Molnár Magdolna, szinkronrendező Gál Erika. A szinkron az SBA International megbízásából a Laborfilm szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh, oh yeah. Oh, 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 oh. Mm-hmm. Wish you'd been ready. Yeah, yeah, yeah. Died. How could you have been so blind? There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. No, no, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. We'll all